Az új generációs konzolok megkapták az SSD-t, mint tárat, de mi a helyzet azokkal, akik ezt bővíteni szeretnék? Milyen lehetőségük van és mennyiből lehet ezt kihozni? Ezt fogom ma körüljárni, kezdjünk is hozzá! A konzolok nagyon sokáig HDD-t használtak, és végül is elég volt, olcsó volt, és a betöltési időn kívül nem nagyon láttuk ennek hátrányát. Az új generációval behozták az SSD-ket, és ezek amellett, hogy nagyon gyorsan töltik be a játékokat, még új játékbeli elemeket is lehetővé tettek. Így bővítve az amúgy is eléggé terebélyes új generációs funkciócsokrot. Az már a megjelenésekor kiderült, hogy a PS5-nek gyorsabb tárolója lesz, és ennek a bővítése is egyszerűbb, költséghatékonyabb lesz, mint a Microsoftnál. A Sony konzoljánál csak egy M.2-es NVMe SSD-t kell vennünk, ami megfelelő sebességgel is mérettel rendelkezik, és ennyi. A Microsoft oldalán a dedikált bővítő SSD nevetségesen drága, persze itt is össze lehet mókolni, hogy veszünk egy kisméretű M.2-es SSD-t, hozzá egy keretet, de ezt összehozni alapból drágább és nagyobb szaktudást igényel. Persze egy hozzáértőbb ezt is meg tudja csinálni, de itt főleg az átlag konzol felhasználókra gondolok, akik részben azért vesznek konzolt, hogy ne kelljen ilyenekkel gondolkodniuk. Mindent összevetve a PS5-öt olcsóbb és könnyebb upgrade-elni. A kompatibilis SSD kiválasztásához néhány kritériumot figyelembe kell venni. A legegyszerűbb, ha az adott SSD-nél fel van tüntetve, hogy PS5 kompatibilis vagy PS5 ready. Ha ezt látod valahol, akkor nem is kell tovább gondolkodni, mert a vásárlás azt nyugodtan megveheted. De ha nincs ott, akkor érdemes megvizsgálni, rendelkezik-e valamilyen hűtéssel, ez lehet egy masszívabb hűtőborda, de egy hőelvezető lapka is. Ha kételyet támadna az utóbbival kapcsolatban, nem kell aggódni, már kb. Egy éve használok ilyen lapkás SSD-t, és semmiféle probléma nem lépett még fel a működése közben egy PS5-ben. A hűtőbordás verziónál azonban érdemes figyelni a vastagságra, maximum 11,25 mm-es darab fér bele, és ennél a méretnél bele van már számolva maga az SSD lapka is. Ha mindezzel megvagy, akkor marad a kapacitás. Minimum 250 GB-osat tud fogadni a PS5, de a határ 4 terabájt, ami elég soknak mondható. Ezeken kívül egy fontos dolgot még figyelembe kell venni, az olvasási sebességet. Ennek minimum 5500 megabájt per másodpercnek kell lennie, vagy többnek. Még egyszer kihangsúlyozom, megabájtról beszélünk, és nem bitről. Ritkább esetben bitben adják meg a max sávszélességet sok helyen. Ezt ne keverjétek össze a bájttal. A bit kis B betűvel, a bájt pedig nagy B betűvel van jelölve, nagyjából így a legegyszerűbb azonosítani, hogy melyikről beszélünk. Ezek a kritériumok kellenek egy PS5 kompatibilis SSD-hez, és amit ma használni fogok, az eleget tesz az összesnek. Ez egy XPG Gamix S70 Blade, amit az adata küldött le nekem, hogy teszteljem le. PCI 4-es szabvánnyal rendelkezik és 6300 MB olvasási sebességgel. A max írási sebesség 6800 MB per szekundum, úgyhogy bőven meghaladja a gyári PS5-ös SSD sebességét, az kb. 5500 MB per szekundum. Méretben teljesen megfelelő, 80 mm hosszú és 22 mm széles. A PS5 maximum 25 mm széles SSD-t támogat. Magában a csomagban az SSD-t és a hátlapkát találjuk meg, egy kis fóliát le kell húzni a hűtőlapka aljáról, és összetapasztani az SSD-vel. Jóformán készen is vagyunk, most mehet bele egy PS5-be. Ettől biztos sokan fáznak, hogy meg kell bontaniuk a konzoljukat, de ne aggódjatok, nagyon egyszerű levenni az oldallapot, és ezzel semmiféle garanciavesztés nem jár. A művelet a következő, a PS5-öt fektessük le. Hogyha használsz hozzá a talpot, azt vedd le előtte, mert azzal együtt nem fogod tudni levenni az oldallapot. Mindkét oldallap alapvetően levehető, de nekünk most a meghajtós oldallap fog kelleni. Ha a PS5-öd nem rendelkezik meghajtóval, akkor az az oldal legyen felül, ami nincs a felső sarokban PC-sön logó. Hogyha ezzel megvagy, akkor a jobb felső sarkát egy kicsit felhajlítjuk és átellenesen meghúzzuk a meghajtó felé az egész oldallapot. Ilyenkor nyugodtan támaszthatok be a gépnek, mert az első alkalommal nehezen fog megindulni. Ezek után egy határozott pattanó hangot fogunk hallani, és le is jött az oldallap. Itt a ventilátor alatt találjuk meg az SSD-nek a helyét, ezt egy kis fémlap takarja. Ezt a lapot egy csavar fogja, tekerjük is ki egy hagyományos csillagfejű csavarhúzóval. Ezek után csak ki kell tekerni a lefogató csavart, és csatlakoztathatjuk az SSD-t. Ha mindezzel megvagy, minden mehet vissza a helyére, a lefogató csavar, az oldallap, a kislapka. Csinálj vissza mindent a kezdeti állapotban, miután ezzel is kész vagy, csak be kell kapcsolni a PS5-öt. A PS5 azonnal fel fogja ismerni az SSD-t és felkínálja a formázási lehetőséget. Ezt mindenképpen meg kell csinálnatok, de csak akkor tegyétek meg, ha egy új SSD-t használtok, amin semmiféle fontos adat nem lehet. Ha olyan SSD-t használtok, amit már korábban használtatok valahol és esetleg fontos adat lehet rajta, ezt mindenképpen mentsétek le valahova, és utána nyomjatok a formázásra. Ha befejezte magát a formázást, készen is vagyunk mindennel, az SSD teljes mértékben használható. Ezt a beállítások és tárhely menüben ellenőrizheted is. Itt láthatjuk a beépített SSD-t is, ami alapból 825 GB-os, de ebből kb.
havi 655-öt tudtok használni. Mondanom sem kell, mennyire kevés tud ez alapból lenni, mikor a játékok egy része már 140-150 GB-os is tud lenni. Alatta az új SSD, amit most installáltunk, nemhogy kevesebbet ad, de még többet is, mint 1 TB. Ilyet se láttam még soha, de örüljünk ennek. Erre szabadon másolhatjátok a játékokat, vagy kijelölhetitek alapvető telepítési helyként is. Így, hogyha egy játékot felraktok, ide fog települni, nem a belső tárhelyre. De most, hogy mindennel megvagyunk, végezünk egy másolási sebességtesztet. Én úgy vettem észre, amikor a belső tárhelyről másolunk az új SSD-re, az nagyon gyorsan történik, tényleg hozza a sebességi mutatókat. Hogyha visszafele csináljuk ezt, olyan, mintha a belső tárhely írási sebessége nagyon lassú lenne alapvetően, mert elég lassúcska a másolás, de persze ez még mindig gyorsnak mondható, de a maximális olvasási sebességét nem tudjuk kihasználni ennek az SSD-nek, legalábbis itt PS5-ben. Ez nem ennek az SSD-nek a hibája, én korábban már csináltam egy ilyen tesztet egy másik márkával, ami még teljesítményben jobb is volt, olvasási és írási sebességben is, és ugyanez a probléma fennállt, hogyha a belső tárhelyre másolunk, valami gátolja a sebességet. De mindegy, hogyha ezzel megvagyunk, jöhet a játék betöltési sebességteszt. Én itt végig a Hogwarts Legacy-t használtam, mert eléggé nagy játékról beszélünk, és a betöltési sebesség se túl gyors mindig. Persze ezeknél az új generációs konzoloknál ez még mindig gyorsnak mondható, de kíváncsi voltam, fel tudja-e venni az új SSD-nk a belső tárhelyjel a versenyt. Először is megnéztem a játék betöltését a belső tárhelyjel. És utána a plusz SSD-vel. Miután a menübe betöltött a játék, megnéztem, hogyha a játékba belépünk, konkrétan a játék világába, akkor az mennyi ideig tart. Ezek után már csak arra voltam kíváncsi, hogy ha a térképen valahova gyors utazunk, az mennyi ideig tart, ezt is megnéztem mind a kettővel, a belső SSD-vel is, és az XPG-vel. Mint ti is láthattátok, elhanyagolható különbség van, kb. Fél másodperc, ami szabad szemmel átlag felhasználóként soha nem fog feltűnni. Én is csak azért vettem észre, hogy van különbség, mert mértem az időt. Az XPG Gamix egy remek opció PS5 bővítésre, de persze PC-hez is használhatjátok. Ilyenkor valamivel gyorsabb lesz az olvasási sebessége, de ehhez PCI Express 4-es csatlakozó kell. Sajnos nálam nem volt ilyen csatlakozóval szerelt alaplap, de biztos vagyok benne, hogy PC-s környezetben ugyanúgy hely tud állni ez az SSD. Fontos, hogy hiába támogatja az alaplapotok ezt az SSD-t, a processzorotoknak is támogatnia kell ezt a negyedik generációt, úgyhogy mielőtt kipróbálnátok, meg vennétek ilyet, nézzetek utána, hogy a proci és az alaplap is kompatibilis ezzel. Ha alapból rendelkezik a géped SSD-vel, akkor is egy jó kis opció lehet ezzel a baráti árazással, megír egy bővítés. De aki pusztán a sebessége miatt akarja lecserélni a jelenlegi M.2-es SSD-jét, az túl nagy különbséget nem fog észrevenni átlagos hétköznapi felhasználásnál vagy játéknál. Kizárólag ezért nem érdemes váltani, de ha kapacitást akarsz növelni, és még nincs M.2-es SSD, csak mondjuk 2,5-szoros szatás SSD-t, akkor ajánlott a vásárlás a teljes mértékben. Összegezzük a látottakat. A PS5-ben lévő SSD egy kiváló újító funkció, viszont ez a kis kapacitás nagyon hamar meg tud telni. Az, hogy ilyen áron bővíthetjük, egy nagyon pozitív dolog. Simán dönthetett volna úgy a Sony, hogy csak az általuk kiadott SSD-vel kompatibilis a konzol, de hála az égnek, nem így tettek. A rengeteg fajta SSD között simán el lehet veszni, de a fent felsorolt kritériumok szerint remélem mindenki tud már magának választani megfelelőt. Az XPG SSD egy korrekt darab, ha megtetszett, találsz hozzá linket a leírásban. Ha tetszett ez a teszt, akkor nyomj egy lájkot. A következőben találkozunk, addig is. Sziasztok! Ha gamer PC vagy videókártyát keresel, akkor Kingstack Shop. Ha monitort vagy tévét, akkor 4kshop.hu, kuponkód és linkek odalent.